lakossági fogyasztás Magyarországon. Szükség és felesleg köztáncolva. A 90-es évek elején a piacgazdaság megszilárdulásával és a piacok kibővülésével teret kapott hazánkban is a nyugatra jellemző vásárlási szokások kialakulása. Megjelentek többek közt a hipermarketek, amelyek fekete lyukként szívják magukba a vásárlókat, akik sokszor haszontalan javakat halmoznak fel. Nem biztos, hogy arra költjük a legtöbbet, amire a legtöbbet kellene költenünk. Én úgy veszem észre, hogy az egyéni fogyasztásnak vannak bizonyos torzulásai, és a közösségi fogyasztásra nem figyelünk annyit. Tehát ez alatt értem a közlekedést, az egészségügyet, az oktatást. Ebben az infrastruktúrának erősebbnek kéne lenni, erre én szívesebben áldoznék többet is a saját zsebemből. Az egyéni fogyasztást azt persze nagyon szeretjük, és mindig panaszkodunk. Nem kéne annyi drága és felesleges holmit vásárolni, jippeket, meg éppen talán a felesleges külföldi utazásokra is gondolok, saját magamat is bírálva, hanem jobban lehetne koncentrálni a közösségi programokra, a társas viszonyokra, és akkor mi is elérhetjük azt a szintet, legalábbis boldogságban, mint az indiaiak, akik sokkal szegényebbek, mint mi, de úgy látom sokkal kiegyensúlyozottabbak. Egy magyarországi felmérés szerint a havonta megvásárolt dolgaink egyharmada sosem kerül felhasználásra. Ebből is jól látszik, hogy a fogyasztói tudatosság terén még van mit fejlődnünk. Ráadásul hajlamosak vagyunk még hitelt is igénybe venni, ha momentán nem engedhetjük meg magunknak valamely termék megvételét. A hitelezés teremti meg a pénzügyi fedezetét a túlfogyasztásnak. Az előrehozott fogyasztás árát egyszer meg kell fizetni valakinek a pénzpiacon ugyanúgy, ahogyan az ökológiai javak piacán is. A döntési folyamat, ami kialakul a fogyasztóban, mielőtt kiválaszt egy terméket, az is meghatározó lehet, és ezt is sok minden befolyásolja manapság. Gondolok itt elsődlegesen a különböző árengedményekre, akciókra, reklámokra, illetve az utóbbi időben nagyon elterjedt az úgymond kuponos vásárlás. Ezek ugye mind azt az érzetet vagy látszatot keltik a fogyasztóban, hogy ő abszolút nagy megtakarítást fog eszközölni azzal, hogyha azt a terméket ezen az akciós áron vásárolja meg, vagy esetleg egy kupon felhasználásával, ami egyébként igaz is lehet abban az esetben, hogyha valóban szükség van arra a termékre vagy szolgáltatásra, de sokszor inkább az a motiváció, hogy most olcsóbban lehet megkapni a terméket, és csak azért vág bele ebbe a vásárlásba, mert úgy érzi, hogy megtakarít, közben pedig nyilvánvalóan ez egy kiadási tételként fog megjelenni az ő pénztárcájában. Vásárlásaink során számos olyan tényező hat ránk, ami tudat alatt befolyásol minket. Tavaly több mint 150 milliárd forintot költöttek reklámra a hazánkban működő cégek. A legtöbbet, 54 milliárd forintot a televízióban látható reklámok emésztettek fel. A vásárlási szokásainkat döntően alakító hirdetések egész életünket áthatják, újabb és újabb ötletekkel buzdítanak a fogyasztásra. A reklámok az okai főleg, meg az, hogy a szomszédhoz nekem igazodni kell mindenképpen. Ez az embereknek egy nagyon mélyen beágyazott tulajdonsága, hogy a szomszédtól nem akar lemaradni, legyen az a szomszéd a családban, vagy akárhol másutt fizikailag mellette, és ezért neki mindent meg kell venni, amit ő is megvesz. Ráadásul, amikor a reklám jön avval, vagy mondjam, szirén hangjaival, akkor rohanok a boltba és vásárolok. A fenntarthatóság két alappillére a megfelelő környezet és a társadalmi jólét. Ha azonban szükségleteink kielégítése szélsőségessé válik, megjelennek a felesleges és fenntarthatatlan luxus cikkek a házunk táján. Én azt gondolom, hogy annak a fajta fogyasztói társadalomnak, amit ma élünk, semmi értelme nincs. Tehát saját magunkat tesszük tönkre vele. Amikor én ránézek egy abnormálisan drága ruhára, még ha meg tudnám venni, akkor sem veszem meg, mert tudom, hogy nem érezném jól magam. Tehát akkor inkább azt mondom, hogy akkor ennek egy töredékét vagy egy részét inkább odaadom egy menhelynek, és akkor az sokkal jobbat tesz az én lelkemnek. Nem szeretem ezeket a bevásárlói központokat sem, ahol az ember bemegy csak azért, hogy mondjuk vegyen egy vajat, meg egy tejet, és aztán úgy jön ki tényleg, hogy tele van a kosár. Mielőtt megvásárolunk valamit, nézzünk alaposan magunkba. Tényleg szükségünk van erre, vagy csak kompenzálni, esetleg pótolni akarunk valamit? A hiány leginkább a bensőnkben keresendő. Ha ezt a pazarló és felhalmozó mintát adjuk tovább gyermekeinknek, semmi jót nem várhatunk a jövőnkben, s a fenntarthatatlanságot erősítjük napról napra. Hogy lesznek ezek túlélők? Valami itt korcsosul. Kérdezném, hogy 100 év múlva ki tud majd itt magyarul?